Hetekig is érezhetjük az óra átállítás hatását, főleg a kimerültebbeknél és a legyengült immunrendszerűeknél jelentkezhetnek panaszok. Közeleg a beiratkozás határideje, a hagyományos papíralapú beiratkozás mellett már online is feltölthetik a gyermekek adatait a szülők. Sikeres a bírósági közvetítés, közel a fele eredményesen zárul azoknak a pereknek, ahol bírósági közvetítő segítségét veszi igénybe a felek. Sokan kezdték a szokottnál is fáradtabban a hetet, miután a hétvégén egy órával kevesebbet alhattunk. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Vasárnap hajnalban kellett átállítani az órákat, ezzel megkezdődött a nyári időszámítás. Az egyórás ugrással azonban megzavartuk a biológiai óránkat, ez pedig sokaknál okoz akár hetekig is tartó panaszokat. Pihenéssel ugyanakkor segíthetünk a szervezetünknek az átállás folyamatában. Sokan várják már 2021-et. A tervek szerint ekkor törlik el az Európai Unióban az óraátállítás gyakorlatát. Ez a szakemberek szerint alvás egészségügyi szempontból mindenképpen pozitív fejlemény, ugyanis sokakat megvisel az egyórás fázis eltolódás. A fiatalok és idősebbek között egyaránt vannak olyanok, akikre negatív hatással van, főleg a kimerültebbeknél, legyengült immunrendszerűeknél jelentkezhetnek ilyenkor panaszok. Így például rosszabbodhatnak a krónikus betegségeik, a szívbetegeknél előfordulhat vérnyomás kiugrás, illetve mellkasi panaszok. Általánosabb tünet a közérzet romlása. A szervezetünk alapvetően a nap járásához, illetve tehát a nappal és az éjszaka változásához alkalmazkodik, és amikor hirtelen átállítjuk ugye az órát, akkor a mesterségesen beállított idő és a szervezetünk bioritmusa között egy eltolódás alakul ki, és az ehhez való alkalmazkodás akár heteket is igénybe vehet. Ugye ez általában azzal jár, hogy az ember sokkal fáradékonyabb, sokkal ingerlékenyebb, csökken a teljesítő képessége. Ugye ez különböző mértékben viseli meg az embereket. Nyilván van olyan, aki ezt sokkal könnyebben viseli, vannak olyanok, akiknek tényleg ez napokig, hetekig tartó szenvedést és küszködést okoz. Nem csoda, hiszen ilyenkor megzavarjuk az alvás és az ébrenlét természetes kialakult ritmusát. A szervezetünkre való nagyobb odafigyeléssel azonban csökkenthetjük a negatív tünetek jelentkezésének esélyét. A legeslegfontosabb dolog az az, hogy próbáljunk meg minél többet pihenni, hagyjunk a szervezetünknek időt a regenerálódásra. Hát sajnos ugye azért az esetek többségében azt lehet mondani, hogy a munkahely meg a környezet nem nagyon támogatja ezt, hogy megfelelően ki tudjuk pihenni ilyenkor magunkat, de azért próbálkozni feltétlenül szükséges. Illetve hát minél kevésbé próbáljuk meg megterhelni a szervezetünket, kevesebbet éjszakázunk, este lefekvés előtt egy-két órával már elektronikus eszközöket ne nagyon használjunk, éjszaka a fény mennyiségét minél inkább csökkentsük, ezzel elősegítve azt, hogy a szervezetünk jobban tudjon alkalmazkodni a pihenéshez már. Az egyelőre vita tárgya, hogy melyik tagállam melyik időszámítást válassza, a télit vagy a nyárit. A magyar kormány egyelőre nem döntött az ügyben. A Magyar Alvás Szövetség szerint az eredeti, az időzónáknak megfelelő téli idő visszaállítása lenne a legészszerűbb döntés élettani egészségügyi szempontból. A hagyományos papíralapú beiratkozás mellett már online is feltölthetik a gyermekek adatait a szülők az általános iskolai beiratkozás esetében, azonban a szükséges nyomtatványokkal nekik is meg kell jelenniük a választott intézményben. Az elektronikus beiratkozáshoz kialakított Kréta rendszer várhatóan jelentősen csökkenti az iskolák adminisztrációs terheit. Április 11-12-én iratkozhatnak be a nagycsoportos óvodások az általános iskolába, az úgynevezett Kréta elektronikus ügyintézési felületen keresztül. A rendszert mintegy 5 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból fejlesztették, mely 18 különböző iskolai ügyintézése mellett fizetési lehetőséget is biztosít a szülők számára. A távlati cél, hogy a hagyományos mód mellett egyre többen jelentkezzenek elektronikusan az általános iskolákba is. A másik mód pedig az elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztráció, ami azt jelenti, hogy az eügyintézés.ekreta.hu/kezdőoldal felületen, de nyilván ez az iskolánk honlapján is elérhető, regisztrálnak a szülők, a regisztráció után elindítják a gyermeknek a jelentkezési, beiratkozási folyamatát, ki kell tölteni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, a szükséges nyomtatványok letölthetők, kitölthetők és visszatölthetők a felületen. Bármelyik módot is
választja a szülő a beiratkozás napján, tehát április 11-én vagy 12-én mindenképpen meg kell jelennie az intézményben. A kormányzat részéről hosszú távú cél, hogy idővel csak az elektronikus beiratkozást tartsák meg, mondta az intézmény vezetője. Fontos, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és nyomtatványokat is vigyék magukkal a szülők akkor is, ha az e-kréta felületen már elindították a beiratkozást. Ami szükséges, a gyermek nevére kiállított személyazonosítást igazoló igazolvány, lakcímkártya a gyereknek, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazoló óvodai szakvélemény, amennyiben van más irányú szakvélemény, esetleg SNI sajátos nevelésigényű gyerek, vagy más szakvélemény, vagy szakértői bizottsági vélemény, nyilatkozat a törvényes képviseletről, amennyiben ez releváns, nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról, amennyiben szintén ez releváns, és ami feltétlenül szükséges, az a hit, etika, hit és erkölcstan nyilatkozat. Azt, hogy eddig hányan használták ezt a beiratkozási formát, még nem tudni. Az intézményvezető azonban arra biztat minden szülőt, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen lerövidíti a helyi beiratkozás ügyintézési idejét. Közel a fele eredményesen zárul azoknak a pereknek, ahol bírósági közvetítő segítségét veszik igénybe a felek. A bírósági közvetítő igénybevétele több előnnyel is járhat, és akár illetékkedvezményre is jogosíthat. Ezen jogi szolgáltatás igénybevételével leggyakrabban gyermekelhelyezési perek kapcsán munkaügyi jogvitáknál, illetve birtokpereknél találkozhatunk. A bírósági közvetítés egy konfliktuskezelő módszer, melynek célja nem csak a felek között kialakult jogvita lezárása, hanem annak a problémának is a megoldása, ami a pereskedés mögött húzódik. A bírósági közvetítés lehetőségével a felek csak bizonyos peres ügyek során élhetnek, ezeknek a száma folyamatosan növekszik. 2017 évi statisztikai adatot tudok mondani, 160 ügyben volt közvetítői eljárás, és a közvetítéseknek a nagy száma közel fele eredményesen zárul, egyességgel, megállapodással. Tehát tulajdonképpen ennek az eljárásnak a legnagyobb előnye az, hogy sokkal rövidebb idő alatt tudják a felek rendezni a vitát, mintha egy több éven keresztül zajló peres eljárásba belebocsátkoznának. Több előnye is van a közvetítő igénybevételének. Az egyik, hogy békés úton folyhat az eljárás, a másik, hogy amennyiben a felek az első tárgyaláson egyességet kötnek, úgy a peres eljárás után fizetendő illetik csupán 10%-át kell megfizetniük. Amikor a per megindul, akkor a peres felek idézést kapnak a tárgyalásra. Az idézés mellett egy több oldalas tájékoztató is található, amely a bírósági közvetítésről nyújt információkat. Elsődleges tanácsként azt adnám, hogy amikor megkapják a paksamétát, a borítékot, amelyben kimegy az idézés és a mellékletei, akkor ne sikkadjon el a figyelmük e felett a dokumentum mellett. Minden tájékoztatást megkapnak ebből az iratból. A bírósági közvetítők, akik egyébként jogvégzett bírák, titkárok, a nevük és az elérhetőségük a bíróságnak a honlapján megtalálható. Amennyiben a perben érintett felek a közvetítővel írásban veszik fel a kapcsolatot, úgy a közvetítő az ügyfelek által megadott telefonszámon vagy e-mail címen fogja megkeresni őket. Ezt követően megkezdődhet egy sikeres tárgyaláshoz vezető folyamat. A független Trencsényi Imre lett a befutó az Ibrányi időközi polgármester választáson. A Voksok 68,9%-át szerezte meg a vasárnapi szavazáson. A jelenlegi alpolgármester a szintén független, de a Fidesz-KDNP által támogatott Németh Szilviát győzte le. Ő 15 éve vezeti a város gazdasági és pénzügyeit. Az időközi választást a korábbi településvezető Berencsi Béla tavaly decemberi halála miatt kellett kiírni. A voksoláson magas volt a részvétel, azonban az új polgármester mandátuma mindössze az októberi önkormányzati választásokig tart. A legfontosabb feladatok közé tartozik a már megnyert pályázataink időben történő befejezése, a különböző közbeszerzési eljárások, folyamatok felgyorsítása. A második legégetőbb probléma a kóborebek kapcsán. Nagyhalász várossal közösen egy ebrendészeti telep kialakításába kezdtünk bele, és ezt mindenképpen megígértem a lakosságnak, hogy ebben az éven már lépünk Nagyhalásszal közösen, úgyhogy ez is egy nagyon fontos megoldásra váró feladat, illetve a református általános iskola működési feltételeinek, hosszú távú működésének megoldását is előtérbe helyeztem a képviselőtestület természetesen a kormányzati szándékkal összhangban.
Hétfőtől kétszintű ügyfélazonosítás lép életbe a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT-nél. Az állami vállalatok körében az első között itt vezetik be ezt a megoldást a bankkártyával végzett e-matricás, illetve e-útdíjas vásárlásoknál. A kétszintű ügyfélhitelesítés lényege, hogy az ügyfélnek a már megszokott kártyaadatokon kívül azt a megerősítő kódot is meg kell adnia, amit a bank küld a kétszintű ügyfél azonosítására képes bankkártyához tartozó telefonszámra. Az ügyfél ezt követően ezzel a kóddal tudja végrehajtani az elektronikus fizetést. Fontos, hogy mindenki azt a mobil számot használja, amit a bankja is nyilvántart, ellenkező esetben nem fogja megkapni a bank megerősítő kódját tartalmazó SMS-t, és így nem fog tudni vásárolni. Az ügyfeleknek tehát érdemes egyeztetniük a bankjukkal a telefonszámukat és a bankkártyájukat illetően. A kétszintű ügyfélazonosítás, ami mindössze pár másodpercet vesz igénybe, mindenki számára előnyös, áll a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT közleményében. Azt írják, egyrészt jó a bankkártya tulajdonosoknak, mert itt senki sem élhet vissza az adataikkal, a csalók nem károsíthatják meg az ügyfeleket, és jó a szolgáltatóknak is, mert elejét veheti a visszaélés gyanús pénzügyi műveleteknek és az ilyen irányú ügyfélpanaszoknak is. Az Európai Bizottság rendeletének értelmében 2019. szeptember 14-ével a bankkártyával végzett online tranzakciók esetében kötelező lesz bevezetni a kétszintű ügyfélazonosítást az Európai Unió tagállamaiban. Bár a fél időben még egy góllal vezetett, végül 6 gólos vereséget szenvedett a Vásztól hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 19. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 25-19-re győztek Kisvárdán. A tabella 8. helyén álló várdaiak legközelebb Békés Csabán lépnek pályára. A Debrecenben és Gyulaújvárosban elszenvedett vereség után a jó formában lévő Vác ellen szeretett volna javítani a Kisvárda. A vendégek kezdtek jobban, de az első félidő derekán már 4 góllal vezetett a házigazda. Az előnyből egy találat maradt meg a szünetig, 11-10-nél vonult a pihenőre a csapatok. A második játékrészt a Vác kezdte jobban, szinte minden támadásból gólt lőttek a vendégek, míg a másik oldalon nem találták a kapuhoz vezető utat a játékosok. Ez az időszak el is döntötte a meccset, így Zsinórban harmadik vereség is szenvedte a Dévényi János együttese. Kijöttünk a másik félidőre is, mint aki... Amit megbeszéltünk, abból semmit nem tartott be. 3 eladott labdával kezdtünk, amit kézbe adtunk el. 12 perc alatt 2 időt kellett kikérjek. Egyszerűen végigforgattam a csapatot, semmi. Egyszerűen nulla támadójátéka, 7-6 változtatott valamit rajta. Az amellett még ráadásul ebbe az időszakban a kapus teljesítményünk is. Azt hiszem 14. percig egy védett lövésünk volt. Ez el is döntötte a mérkőzést. Onnantól már csak kutattunk az eredmény után. A vendégek edzője szerint a feljavuló védekezésüknek köszönhetően tudták maguk javára fordítani a mérkőzést. Az elején elég jól kezdtünk az első 4-5 percben, mind védekezésben, mind támadásban, de aztán már érthetetlen okból kifolyólag teljesen megálltunk, és volt egy olyan 15 percünk, ahol teljes káosz volt. Támadásban nagyon enerváltak voltunk, nem támadtuk a kaput, nem volt bennünk semmi átütőerő, dinamika, befejezésekkel is problémánk volt végig, és aztán rányomta ez a bélyegét a védekezésünkre is. Attól függetlenül nem kaptunk sok gólt az első fél időben, de itt azokat a keresztmozgásokat, amiket megbeszéltünk, illetve egy-egyeket nem tudtuk, azok a páros kapcsolatok hiányoztak, amiket próbáltunk gyakorolni. A második félidőben pedig tényleg azt tudom mondani, hogy egy nagyszerű kapus teljesítmény természetesen, egy nagyszerű védekezéssel tudtunk aztán indítás lerohanás gólokat lőni, és szerintem ez volt az a fontos pont, ami megfordította teljesen itt a mérkőzés menetét. A forduló további eredményei a következők: Győrsi Jófok 35-27, Ferencváros Dunaújváros 35-25, Eger Debrecen 18-36, MTK Budapest Budaörs 29-29, Mosonmagyaróvár Albafehérvár 29-28 és Érd Békés Csaba 45-30. A tabella élén a Győr áll 42 ponttal 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 34 pontos Ferencvárost. A 17 pontos Kisvárda a 8. helyen várja jövő hétvégén esedékes Békés Csabai vendégjátékát.
Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Nyíregyháza Blue Sharks, a kékcápák az NB1B piros csoportjában 94-75-re verték az első helyezett Veszprémet. Siska János együttese a negyedik helyen fejezte be a bajnokság első szakaszát. A nyíregyháziak a rájátszásban a BKG Prima Ese ellen lépnek pályára a legjobb négy közé kerülésért. Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a Veszprém az első, a Nyíregyháza pedig a negyedik helyen zárja az alapszakaszt. A nyitó negyed sok pontot hozott, 28-24-es hazai vezetéssel zárult az első 10 perc. A második negyedben utolérte a cápákat a Veszprém, fejfej mellett haladtak a csapatok, a nagy szünetre 46-46-os állásnál vonultak le a játékosok. A második fél időt a vendégek kezdték jobban, a harmadik negyed közepén 9 ponttal is vezetett az éllovas. A nyíregyháziak azonban ritmus váltottak, elkezdték a felzárkózást, és a negyedik negyed elején a vezetést is átvette Siska János együttese. A lendület megmaradt, a legnagyobb különbség pedig a mérkőzés végére alakult ki a két csapat között. Nagyon örülünk a győzelemnek, bár nem számítottunk arra, hogy ilyen nagy arányban fogunk nyerni. Azért helyén kell kezdeni ezt a dolgot, mert ezért a Veszprém nem teljes csapattal játszott, sok ember sérült volt náluk, pihentette őket, de attól mi megnyertük a mérkőzést, nagyon örülünk neki. Bár tétje nem volt a mérkőzésnek, a 13 pontja mellett 12 gólpasszt is kiosztó Busz Iván elmondta, hogy mindenképpen győzni akartak az alapszakasz záró meccsén. Nekem gyerekkorom óta egyébként ilyen a versenyszellem, tehát édesapámmal megedződtem kiskoromban, minden, sosem hagyott nyerni, és én viszont mindenben akartam nyerni, és így voltam ezzel ma is. Amikor ott a harmadik negyed közepén elmentek 9 ponttal, nyilván vastagon benne voltunk, mert nem pörögtünk 100%-on, de ugye az ellenfél is tartalék volt, ezt mindenki látta. Igyekeztem ott kicsit úgy lökést adni a csapatnak, illetve Cucunak nagyon jól jöttek a hármasai, és sikerült behúzni a mérkőzést, aminek örülök nagyon. A vendégek edzője annak örült, hogy a korábban kevesebb lehetőséghez jutó fiatalokat is pályára tudta küldeni a Continental Arénában. Igazából tényleg nem volt tétje a mérkőzésnek. Mindenképp úgy jöttem volna, hogy 3 kulcsjátékosom nem játszott egy percet sem. Már Istennek tudtam őket pihentetni. Kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódnak. Igazából annak örülök, hogy azoknak a fiataloknak, akik nagyon kevés szerephez jutnak, azoknak minél több játék lehetőséget tudtam adni. Én úgy gondolom, hogy nekünk az eredmény az másodlagos volt. Játszottunk egy jó mérkőzést, hogy megyünk tovább. A 26. forduló további eredményei a következők. Meavsz Miskolc Nagykőrös 86-94, Vasas Akadémia Oroszlány 81-90, Budafok Budapesti Honvéd 70-78, Békés MTK Török Bálint 60-91, BKG Prima Ese Bonyhát 126-89 és PVSK Mavc 65-98. Az alapszakaszt a Veszprém nyerte 24 győzelemmel és 2 vereséggel az azonos mutatót elérő Mavc előtt. A Nyíregyháza a Blue Sharks 19 győzelemmel és 7 vereséggel a negyedik helyen végzett. A felsőházi rájátszás párosítása a következő: Veszprém PVSK, Mavc Vasas Akadémia, Oroszlány Budapesti Honvéd és Nyíregyháza Blue Sharks BKG Prima Ese. A párharcok 2 nyert mérkőzésig tartanak. Már a világbajnokságra való kijutás is nagy siker, az eredményes szereplés pedig a ráadás lehet, mondta Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a nyíregyházi Móricz lányröplabda csapatának megyeházán megtartott búcsúztatóján. Moravszki Gyuláné együttese a horvátországi Porecsben képviseli Magyarországot az ISF U15-ös világbajnokságon. Ez egy halatlan lehetőség számukra, további életüket, pályafutásokat is talán meghatározza, amikor a eredményt megtudtuk, rögtön mellé álltunk, és szerint lehetőségünkhez mérten mi is támogatjuk a kijutatást, persze még számos más szponzor kellett, sokkal nagyobb pénzek kellettek hozzá, mint a mi hozzájárulásunk ahhoz, hogy ez a dolog megvalósuljon, de nem is ez a lényeg, hanem hogy olyan élményt szerezhetnek a lányok, amely nagyon fontos számukra, egész útra való szolgáltat számukra, és az, hogy ott vannak, az önmagában egy kitüntetés, egy eredmény, és hát reméljük, hogy a magyar labdarúgó válogatott mostani eredménye után Horvátországban szebb reményekre is jogosíthat bennünket, hogyha a labdarúgóink is helytállt a Budapesten. 1-0-ás vereséget szenvedett a listavezető Ferencvárostól hazai pályán, a kisvárdai Dajka László együttese 2 pont hátrányban van a már bennmaradó helyen lévő Diós Győrtől. A kisvárda szombaton a Puskás Akadémia otthonában lép pályára. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Egy órával kevesebbet alhattunk a hétvégén, miután vasárnap hajnalban megkezdődött a nyári időszámítás. Az óraátállítással azonban megzavartuk a biológiai óránkat, ez pedig sokaknál okoz akár hetekig is tartó panaszokat. A legjobb ilyenkor a pihenés a szervezetünknek. A tervek szerint egyébként 2021-ben törlik el ezt a gyakorlatot, a szakemberek szerint pedig a téli időszámítás megtartása lenne az észszerűbb. Április 11-én és 12-én iratkozhatnak be a nagycsoportos óvodások az általános iskolába. A hagyományos, papíralapú beiratkozás mellett már online is feltölthetik a szülők a gyermekek adatait az úgynevezett Kréta rendszerben, amelyen keresztül a beiratkozás mellett 18 másik iskolai ügytípus is elintézhető. Fontos azonban, hogy a szükséges nyomtatványokkal az online beiratkozó szülőknek is meg kell jelenniük a választott intézményben. A bírósági közvetítés egy konfliktuskezelő módszer, amelynek célja nem csak a felek között kialakult jogvita lezárása, hanem annak a problémának is a megoldása, ami a pereskedés mögött húzódik. A bírósági közvetítő igénybevétele több előnnyel is járhat, és akár illetékkedvezményre is jogosíthat. Ezen jogi szolgáltatás igénybevételével leggyakrabban gyermekelhelyezési perek kapcsán, munkaügyi jogvitáknál, illetve birtokpereknél találkozhatunk. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 1-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is elérik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka kevés fátyol és gomoly felhő várható, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 5 fok körül alakul. Kedd estig a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, zápor előfordulhat. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul. A hét közepétől változékonyabbra fordul időjárásunk, több lesz fölöttünk a felhő, eső, zápor azonban csak néhol fordulhat elő. Péntektől csapadékosabbra fordul az időjárás, az ország nagy részén és több alkalommal várható eső. A hőmérsékletben jelentős változás nem lesz, fagymentesek lesznek az éjszakák, és délután többnyire 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.